Hát ez az évünk egy előkészítő évként tekinthető, hiszen 2019-ben egy új szakképzési törvény lép hatályba, és ennek kapcsán számos törvényváltozott végrehajtási rendelet jelent meg. Az iskolán kapcsán ez azt jelenti, hogy újra egy intézmény átalakulás előtt állunk. Szeptembertől több célú szakképző intézményként fogunk működni. Ez azt jelenti, hogy az egykori szakközépiskolánk most szakképzőiskolává alakul. Ennek kapcsán a szakképzési törvény alá fog tartozni. A kollégiumunk, illetve a szakiskolánk, illetve az esti általános iskolánk épp úgy megmarad a köznevelési törvénynek a hatály alatt, és emiatt egy egységesen koordinált több célú intézményként kell mindezeket az úgymond intézmény típushoz tartozó alap dolgokat együtt irányítanunk, koordinálnunk. Ebben az évben megváltozott az országos képzési jegyzék. Ugye ez az a lista, ahol az országban oktatható szakmák vannak felsorolva, meghatározva, hogy mit kell értelemszerűen az adott szakképzési évek végén elérni. Országos szakmajegyzék lett ettől az évtől a neve. És számos szakma eltűnt ebből a listából. Új szakmák megjelentek, illetve iskolánkat érintően van két olyan szakmánk, ami erről a listáról kikerült, tehát nem lehet már őket oktatni. Ez érzékeny pontja volt az intézményünknek, hiszen itt az iskolánkban már a vendéglátó eladó szakmánknak sok-sok éves tapasztalata, hagyománya van. Ez a szakma már nem indulhat szeptembertől. A számítógép szerelő karban tartó szakmánk ugyanígy eltűnt erről a jegyzékről, tehát középfokon nem oktatható szakképesítés átkerült egy technikumi képzésbe. Nyilván ilyenkor egy iskola ezekre a változásokra időben kell, hogy változtasson, tudjon rá válaszolni. Mi új részszakképesítések felvételével tudunk válaszolni ezekre a változásokra. Tehát úgy változtatjuk meg a képzési kínálatunkat, a képzési szerkezetünket, hogy az esetleg kieső képzéseket újabbakkal tudjuk pótolni. Minden szempontból sok újdonság vár minket az évkezdés során, hiszen nem csak egy új irányítási szerkezetekvel, hogy több célú intézményként működünk, hanem tartalmi változások is érintik az évkezdésünket. Az eddigi szakképzési kerettanterv helyett ugye újakat adott ki. A minisztérium program ajánlók alapján készítjük mi el a mi úgymond tanterveinket, illetve ennek kapcsán minden okmányunk, szakmai dokumentumunk változni fog, tehát a házirendünktől kezdve a szervezeti működési szabályzatunkig minden okmányunk változás elé néz. A pincér és a számítógép kezelő karbantartó szakon kívül van még olyan szak, ami megszűnik szeptembertől? Itt nálunk a virágkötő részszakképesítésünk az, ami szeptembertől nem indulhat. Hát ez a képzésünk is ugye egy több éve a képzési kínálatunkban lévő képzés volt sajnos, ahol ugye igen szép eredményeket értünk el, és hát ez is egy fájó pontja az intézményünknek, de átlépve ezen a nehézségen itt is új részszakképesítés indításába kezdtünk bele, háztartás vezető képzést indítunk szeptembertől. Hát végül is megmaradtak az eddigi ágazatokba tartozó szakmáink, tehát a vendéglátóiparon belül a pincér, a szakács, az élelmiszeriparon belül ugye új szakmánk ettől az évtől a pékcukrász szakmánk, az építőiparon belül ugye a festőszáraz építő szakmánk, új ágazatunk a szociális ágazatot pedig a szociális gondozó és ápoló szakma, illetve ezeknek a szakmáknak a párhuzamos részszakmái, eddigi részszakképesítései lesznek a képzési kínálatunkban. Ezáltal, hogy új szakmákat is tanulhatnak az iskolába, ez azt jelenti, hogy igazából teljesen kicserélődik a tanári gárda is, hogy ezeket át tudják adni a diákoknak? Változásunk lesz, illetve új társak épülnek be a mi munkánkba.
ugye értelemszerűen egy új képzést meg kell találni azokat a megfelelő képzettséggel rendelkező, szakmai tapasztalattal rendelkező mérnökembereket, mérnököket, akik ezt a képzést oktatni tudják, tehát új munkatársakkal bővülünk, illetve két munkatársunk az életkora miatt vonul nyugdíjba. Lehet már tudni, hogy hányan jelentkeztek ezekre az új szakokra, illetve érdeklődnek a diákok ezek iránt, a szakok iránt? Igen, hiány szakmákat oktatunk, és ugye az mindig vonzó a diákoknak, hogyha esetleg külön ösztöndíj háttere van egy képzésnek. Szeptembertől minden szakmába ösztöndíjas lesz minden gyermekünk. Egyelőre a pincér szakács, pékcukrász szakmákban telt ház van, egy 2-3 fő fér esetleg még bele abba a létszámba, amit mi felvehetünk. Az építőipari szakmáinknél még egy pár hely van, de úgy gondolom, hogy itt is az új év indítására föltelnek az osztályaink. A Kolping iskola diákjai most fejezték be a szakmunkás vizsgájukat. Ez hogyan zajlott le idén? Egy rendhagyó év volt, hiszen a veszélyhelyzet idején számos törvényváltozást kellett néznünk, betartanunk ahhoz, hogy eredményesen tudjunk előkészülni a vizsgákra, előszervezni, illetve megvalósítani ezeket a vizsgákat. Az egyedi miniszteri határozat alapján májustól indulhattak azok a szakmai vizsgák, amelyek ugye megszokott módon itt nálunk az intézményben már 28 éve folynak. Ebben az évben írásbeli és szakmai gyakorlati vizsgatevékenységeket lehetett végrehajtani, tehát elmaradtak az elméleti vizsgák. Ez több szempontból előny volt a diákoknak, hiszen egyrészt nem kellett annyi vizsganap az intézménybe utazniuk, ugyanakkor csak két irányba, egy írásbeli, illetve egy szakmai tanműhelyes vizsgára kellett nekik készülniük. Úgy gondolom, hogy minden előírást betartva eredményesen és nagyon szép eredményeket tudtak diákjaink teljesíteni. Volt olyan osztályunk, ahol 4,5 fölötti vizsgaeredmény jött létre, illetve vizsgaeredményt értek el a diákok, hiszen ugye kettő vizsgarésznek az átlagából adódott össze maga a vizsgának az eredménye. Számos előírás kellett tartanunk a vizsga előkészületek során, maga a vizsga során is. Tehát nem csak a megfelelő távolságok betartását, hanem a vizsgahelyzetekben az eszközök használatának is. Ugye az előírásait tartani kellett, mindenki önálló eszközökkel dolgozott, illetve csak olyan eszközökkel, amelyeket tehát ő használt és másnak nem adott át. Minden vizsgahelyzetben néznünk kellett, hogy hány fő tartózkodik egy tanteremben, egy tanműhelyben, és ugye úgy is lettek már előszervezve ezek a kis csoportok, hogy ott bármilyen baj nehogy megtörténjen, de értelemszerűen nem is történt. A szakvizsgán belül a diákoknak pontosan mit kellett vizsgamunkaként elkészíteniük, illetve mit kellett megcsinálniuk ahhoz, hogy elvégezzék ezt a képzést? Igen, tehát a szakmai vizsgáknak a szervezése, ugye, ahogy mondtam, egy hosszabb előkészítő folyamatnak az eredménye. Itt ilyenkor, hogyha egy tanműhelyben lévő szakmai gyakorlati vizsgának az előkészítését nézzünk, ez azt jelenti, hogy az adott oktatók, az adott szakmai munkaközösségben lévők az a szakmai vizsgán lévő elnökkel együtt összeállítják azt a tételsort, amelyet utána elfogad maga a vizsgaelnök szakmai vizsgatételsornak. Ezt a tételsort kell egy szakácsképzés esetében az adott diáknak lefőznie. Tehát teljesen konkrétan húz egy tételt, az adott tétel több tételrészből áll, egy étlapszerű tételsorról beszélünk, ahol tehát az előételektől kezdve a főételekig, tehát meg van határozva adott tantervel párhuzamban, hogy egy 3 éves képzés után egy szakácsnak mit kell tudni főzni, milyen alapanyagokat kell tudnia felhasználni, és milyen technológiai sorrend az, milyen gépeket kell használni ahhoz, hogy egy étel elkészülhessen, amit persze utána étterembe kell felszolgálni, illetve értékesítenie majd az adott gyermeknek. A pincér szakma esetében ugyanígy történik az előkészítése a szakmai gyakorlati vizsgának, tehát egy elfogadott
tételsor van, ott is meghatározott az, hogy milyen típusú ételeket, italokat milyen módon kell felszolgálnia, értékesíteni, milyen módon kell számlázni, hiszen egy pincérszámlát ad, beszél a vendéggel, tehát ugye ennek is ugye előkészített ütemterve és tanterve van, hogy mi az az eredmény, mi az a százalék, ami megfelel egy mai pincér szakmunkás vizsgával rendelkező fiatalnak. Ez a pincér szakma az, ami szeptembertől új néven fog indulni nálunk, hiszen ez a szakmai edzék, ez megváltoztatta a nevét, pincér és vendégtéri szakember lesz a pontos neve ennek a képzésnek. Igaziból tartalmában ugyanazt jelenti majd, ugyanakkor számos informatikai képzési tartalom hangsúlyozottabb, az idegen nyelvi képzési része még hangsúlyozottabb a pincér és vendégtéri szakember képzésnek, mint esetleg eddig volt. A virágkötő szakmai vizsgánkon, ugye ott kisebb létszámban vizsgáztak a gyermekek, hiszen kis létszámú csoportunk volt. A képzésük során a tételsoraikban megjelenik minden évszaknak minden növénye, minden virága. Tehát azon kívül, hogy ők ismerik az adott növénynek mind a magyar nevét, mind a latin nevét, fel kell tudniuk ismernünk ezeket a növényeket, kell tudni használni ezeket a növényeket, tehát különböző kompozíciókat kell készíteniük, tehát az asztal díszektől kezdve a különböző alakú és fajtájú csokrokig, a koszorúkig, tehát minden olyan felhasználási lehetőségeit ismerni kell annak az adott virágnak és növénynek, amit esetleg egy később egy munkahelyen kell használnia. A faipari képzéseinknél ugye egy vizsgaremek az, ami elkészítendő. Ezt előzetesen a külső képzőhelyen készítik ilyenkor el a diákok, akár egy kis jeli szekrény, akár egy tévészekrény, nagyon modern, különböző stílusú termékek születtek ebben az évben az asztalosoknál, illetve a konkrét szakmai vizsganapon konkrét vizsga munkát kell elkészíteniük a szakmai gyakorlat során. Itt igyekszünk már ugye a legkorszerűbb gépeket biztosítani a részükre, hiszen már olyan modern gépek vannak ugye a faiparban is, amelyek már különböző CNC gépi technológiával működnek. Nem biztos, hogy egy kis vállalkozónál ezek a gépek ott lesznek, vagy ott vannak, azonban, hogyha nagy üzemekben, nagy bútorgyárakban tudnak elhelyezkedni a diákjaink, ott már ott vannak ezek a korszerű gépek, amelyek egyébként itt is a mi tanműhelyünkben. A diákoknak volt lehetőségük az iskolán belül felkészülni a vizsgára, vagy otthon kellett megoldaniuk ezt? A vizsga felkészülés, én úgy gondolom, hogy ugye egy hosszabb időszak, tehát teljes konkrétan, hogyha most arra gondolunk, hogy ez a digitális munkarendben történő oktatás nem túl kedvező a szakmai vizsga felkészítés szempontjából, ugyanakkor mégis azt kell mondanom, hogy ugye egy vizsgára nem utolsó két hónapba készítünk, hiszen főleg a végzősöknél már az egész utolsó év, tehát a harmadik évfolyamnak a célja, hogy a diák eljusson odáig, hogy ugye végén eredményes vizsgát tudjon tenni. Igen, szerencsés volt ebben a rossz helyzetben ez a március időszak, hiszen addigra már a tanterveink 60-70%-át leadtuk. Tehát már úgy mentek haza a diákok, illetve úgy kezdtek otthon digitális üzemmódban tanulni, hogy a tételsorok már kidolgozva ott voltak náluk, biztos szakmai gyakorlati munkájuk volt, tehát ilyen szempontból jó volt, hogy ez az időszak nem évelején történt, hanem már akkor, amikor 2-3 hónap, pár hét lett volna csak a vizsgáig. Hány végzős diákot búcsúztattak el idén? 52 diákunk ballagott volna ebben az évben, hogyha a ballagási ünnepségünket a megszokott módon meg tudtuk volna tartani. 5 szakmában 52 diák vette volna át egy ünnepélyes módon azt az emléket, amit mi ilyenkor adni szoktunk a gyermekeinknek. Hát ez most másképp alakult. Osztályszinten tartottuk azokat az évzáró, nem is ünnepségeket, hanem búcsúzásokat, amikor át tudták a diákok venni
az évvégi eredményeiket, igazoló bizonyítványaikat. Az iskolában lehetőség van arra, hogyha egy tanuló elvégzett egy szakmát, akkor utána egy másodikat is elvégezhet az intézményen belül. Idén hány olyan diák van, akik éltek ezzel a lehetőséggel? Hát ezt az évet tekintve az 52 diákból több mint 50%-a tér vissza hozzánk másodképzésre. Mindenképpen úgy tervezik a diákjaink a jövőjüket, hogy igyekeznek több lábon állni, tehát több irányba elmozdulni, és ez nem véletlen, hogy itt maradnak nálunk és egy új irányba, akár egy teljesen más ágazathoz tartozó szakmában próbálnak helyt állni. Körülbelül hányan fogják megkezdeni a tanévet előreláthatólag? Előreláthatólag olyan 200-220 közötti létszámmal kezdjük a tanévet, illetve ehhez még ugye nem tudom hozzászámolni azokat az esetleges felnőtt képzésben induló képzéseinket, amelyeket ugye várhatóan nyáron fogunk majd hirdetni. A diákoknak van lehetőségük most idén nyári szakmai gyakorlatra? A szakmai nyári gyakorlatok időszaka, illetve időtartalma képzésenként változó. A szakközépiskolában egy 140 órás szakmai nyári gyakorlatot kell teljesíteni a diákoknak. Ez nálunk a szakközépiskolai osztályokban külső képzőhelyen történik, a pincérek éttermekben, a szakácsok éttermekben, az asztalosokat bútorgyárakban tudtuk elhelyezni, tehát megtörténtek azok a tanulószerződés kötések, amelyek ilyenkor szükségesek ahhoz, hogy ezt az összefüggő 140 órát a gyermek tudja teljesíteni, és eleve ezt eredményesen kell teljesíteni, hiszen hogyha ezt nem teljesíti, akkor az egész év eredménytel lehet, tehát akár az évismétlést is vonhatna önmaga után. Ezeket a 140 órás képzéseket egyébként augusztus 31-éig kell teljesíteni az osztályunkban levő diákoknak. A szakiskolai képzéseinknél, illetve a szakképzési hitprogramban belső tanműhelyben történtek a szakmai nyári gyakorlatok. Itt a vendéglátóeladó szakmánk, a virágkötő szakmánk, a faipari részszakmai képzéseink belső tanműhelyben voltak itt nyáron. Úgy gondolom, hogy nekünk is jó volt, hogy ők itt voltak, illetve ők is úgy gondolom, hogy igen, jól érezték végre több hét után itt az intézményben és a tanműhelyben magukat. Ez egyfajta felzárkóztatási lehetőség is egyébként ez a nyári gyakorlat, hiszen amit esetleg a távrendszerben vagy az informatikai időszakban nem tudtak úgy megtanulni, nem tudtak eleve gép mellett begyakorolni, itt volt lehetőségük, hogy élőbe, adott gépnél, adott tanműhelybe tudták gyakorolni. És hát hozzá kell tenni ebbe a nyári hőségbe, mindig itt voltak pontosan, tehát el sem késtek, tehát látszott az, hogy ők örülnek annak, hogy végre itt lehetnek velünk az iskolában. A mostani időszak tanulságait levonva, és arra tekintettel, hogy az sok újdonságra készülnek ősztől, az iskola arculata is, és a belső működése is merőben meg fog változni. Hogyan készülnek a következő tanévre? Az intézményen belül emiatt a több célú intézményi működés miatt szervezeti felépítésünk is változni fog. Tehát megszűnnek azok a megszokott munkaközösségek, amelyek eddig voltak az intézményben. Most egy szakközépiskolai arculatunk lesz, tehát egy szakképzőiskolai arculatunk, egy szakiskolai arculatunk lesz, illetve maga a kollégium, és ugye ehhez a három úgymond intézménytípushoz fognak becsoportosulni az adott oktatók, az adott mérnök tanárok, az adott kollégiumi nevelők. Tehát három egységes, úgymond munkaközösség lesz, ami az intézményen belül dolgozni fog, és várhatóan több ember át fog egy-egy irányba tanítani, tehát nem biztos, hogy lesz olyan munkatársunk, aki csak a szakközépiskolába fog dolgozni. A törvényváltozások miatt a szakképzőiskolába levő eddigi munkatársainak oktató lesz a nevük, ezt a törvény határozta így meg. Július 1-től az eddigi megszokott
pedagógus munkakörből oktatónak kell átcsoportosítanunk és átneveznünk az adott munkakört. Tehát itt egy oktatói testület lesz, eddig az intézményben nevelőtestület működött egységesen, most oktató testületnek hívják a jogszabályváltozások miatt ezt a testületet itt az intézményünkben. A változásokra készülve azt látnunk kell a tartalmi változások kapcsán, hogy ezek az új idézőjelbe tantervek úgy épülnek föl, hogy a szakmai elméleti képzés és a szakmai gyakorlati képzés nem válik annyira élesen külön. Számos új elem épül be, és előfordulhat az egy óraszervezés kapcsán, hogy az adott oktató egy elméleti órát mondjuk a nap elején kiindít, mint egy szakmai projekt, és utána azt a tanműhelybe fogja befejezni, illetve hogyha olyan informatikai kompetenciákra van szükség, ami ahhoz az adott termékelkészítéshez kell, akkor akár egy informatika tantermet fog használni. A megvalósítás kapcsán elkészültek azok az informatikai fejlesztéseink, beruházásaink, ami ezt a szükséges informatikai hátteret biztosítják. Két jól felszerelt informatikai tanteremmel, szaktanteremmel bővültünk. A gépjeink korszerűsítését egy újabb beszerzéssel tudtuk bővíteni, tehát 8-ra most nagy teljesítményű eszközparkunk épült ki, ugye ez két tanteremben, és egy hét múlva fognak megérkezni azok a diák laptopjaink, amelyek szintén azt teszik lehetővé, hogy ezeket az informatikai kompetenciákat ne csak tantermi helyzetben, tantermi környezetben tudjuk fejleszteni, hanem akár egy tanműhelybe, mozdítva tanműhelybe átvéve, ott tudják az eszközöket használni majd a diákjaink. Ma már elvárás egyébként minden szakmában, minden diáktól, ugyanakkor minden munkatársunktól is az IKT kompetenciáknak a fejlettsége. De ezt úgy gondolom, hogy ez a világ hozza magával, és azt is, hogy mind a piacnak, mind a gazdaságnak, tehát olyan szakmákra van szükségük, ahol már ezeket az IKT kompetenciákat is önállóan tudják használni a gyermekek, és alkalmazni tudják a munkájukban.